Üdvözlöm Önöket! Rettegett zsivány, a szabadságharc hőse, közönséges bűnöző. Ellentmondásos képére a leghíresebb betyárról, Rózsa Sándorról. De tényleg soha nem hazudott a betyárok vezére, vagy csupán egy gazember történetét szépítette meg a magyar népi emlékezet. Ennek járunk utána a mai M5 históriában. Tartsanak velünk! Koltai Bori Kondorossal látogatott, ahol a csárdavilágban fennmaradt legendák nyomába eredt. Hamar Donát bemutatja, hogyan harcolt 150 betyár 1848-ban a délvidéken a szerbek ellen. Loboda Árpád pedig utána jár, hogy hogyan őrzik Rózsa Sándor emlékét a délvidéken. A szájhagyomány szerint Rózsa Sándor valóságos szuperhőse volt a tanyavilágnak, hiszen leginkább a gazdagoktól rabolt, és a barátairól, cinkos társairól mindig gondoskodott. Eközben persze gyakran megfordult a környék fogadóiban is. Koltai Bori Kondoroson egy ilyen csárdába látogatott. A legnagyobb betyár cselekedeteivel kapcsolatban a mai napig számos legenda él itt, az Alföld egykor betyárfészekként is emlegetett szegletében. Ma a Békés vármegyei Kondoroson járok utána ezeknek a történeteknek, nem véletlenül. A város főterén ma is gémes kút mutatja az utat ahhoz a nevezetes betyárcsárdához, ahol állítólag maga Rózsa Sándor is megfordult. Kondorosi csárda mellett, nem megmondtam, hogy ne gyere be a csárdába, hanem strázsálj kín, és jelezd, ha jönnek a zsandárok. A Csárda Múzeumba belépve maga Rózsa Sándor köszönt bennünket, Oszter Sándor színművész hangján, és azt is említi, hogy a szömét rajtunk tartja, ugye, szegedies tájszólásban. Na most ez jót vagy rosszat jelentett abban a korszakban? Egy érdekes világ a betyárvilág. Ezt a területet korábban két nagyon erős trauma érte, egyrészt a tatárjárás, másrészt pedig a török világ, és ez idő alatt az Alföld jó része elnéptelenedett. Ezért a forgalmasabb helyeken és a megyehatárokon úgynevezett csárdák alakultak, amelyek egymástól olyan félnapi, egynapi járása voltak, és az volt a funkciójuk, hogy az oda betérő tudjon étkezni, inni, esetleg megszállni. Természetesen voltak, akik itt éltek, óbordók, illetve olyan emberek, akik ezeknek a szekereknek, ezeknek a karavánoknak a figyelésével foglalkoztak, és hogyha szerük tehették, akkor hasznot húztak belőle, kirabolták őket, tehát rajta tartották a szemüket az itteni forgalmat. Itt épp egy olyan része látható, a söntés látható az ivónak, ami egy szellős részborítással van védve. Hogyha véletlenül verekedésre került sor, akkor ez védelmet is nyújtott, mind az ital, mind az edények, mind a csapláros néz szempontjából. Érdekessége egyébként, hogy sok kocsmáros korábban magát a betyárságot űzte, tehát olyan életmódot folytatott, hogy ismerte azokat, akik betértek, a pandúrok, zsandárok elől sokszor bújtatták is őket. Ez az alagútrendszer már akkor elkészült, amikor épült a csárda, és amikor a zsandárok érkeztek, akkor a csaplárosné mögött lejöttek ide, és akkor kivonultak. Elmentek egy olyan helyre, ahol biztonságban érezték magukat, ahol a lovuk volt, vagy esetlegesen arról is van visszaemlékezés, hogy egy másik csárdával volt összekötve az alagútrendszer, és akkor a másik csárdába folytatták tovább az ivászatot. Egy ilyen féltörvénytelen vadnyugati helyzet alakul ki. A közigazgatás sincs tökéletesen kiépülve, illetve a 19. század második felére épül ki. Ne felejtsük el, hogy a folyószabályozás előtt ez egy sárrétes, mocsaras vidék. Segítsen nekünk azt elképzelni, hogy milyen jelenetek zajlódhattak itt le, akár mondjuk a kondorosi csárdában, milyen akciójeleneteket kell itt elképzelnünk a falak között. Külön kell vennünk a valóságot. És külön kell vennünk azt, amit a nép gondol, hisz. Itt a csárda alatt olyan alagút volt, hogy négy szekér elfért egymás mellett. Össze volt kötve a Gyulai várral alagút formájában. Ezek persze szó fizikai értelmében lehetetlenek, hiszen éppen most mondom, hogy mocsaras volt a vidék, és ez a föld, ez nem bírja el ezt az alagút hálózatot. Persze voltak nagyon komoly alagutak, voltak kutak, de én szívesebben beszélek
a legendák világáról. Beszéljünk egy picit Rózsa Sándorról, aki ugye mindjárt foggal született. Hát azért, hogy foggal született, nem fogta a golyó. Hiába lőttek rá a pandúrok, nem tanálták el. Megint csak egy sok évezredes toposz, hogy itt a Kontorosi csárdában megszorítják Rózsa Sándort, és a kéményen köröztül menekül. Itt van az a kémény a szomszéd helységben, amiben a hagyomány szerint megmenekült, de hát ez nem más, mint a népmeséink égigérő fája. Ebben a részben a múzeumban azokat a hangszereket állítottuk ki, amik jellemzőek voltak arra az időszakra. Általában muzsikus cigányok jártak, ők hegedűvel adtak zenét a mulatozáshoz, de voltak, akik tudaszóval szórakoztatták a betyárokat. Volt egy nevezetes eset is, amikor Elker Ferenc egész éjjel játszott, nagyon jó hangulat volt itt a csárdában, és ezt pénzzel akarták jutalmazni a betyárok, azonban nem fogadott el semmit. Erre Rózsa Sándor azt mondta, hogy akkor elkísérik egy darabon a Pest felé vezető úton, mert itt nagyon sok a kapcabetyár is, hogy nehogy baj érje. Ha már nevezetes látogatók, akkor állítólag Petőfi Sándor is járt itt többek között. Igen, ő is megfordult itt. A Petőfi család azért is nevezetes, mert a testvére Petőfi István a közeli Geiszt birtoknak volt a gazdatisztje, és ő a Kondorosvárost újra telepítésében 1875-ben is nagyon komoly szerepet játszott. Az teljesen biztos és hiteles forrás, hogy Rózsa Sándor többször járt itt a Kondorosi csárdában. Az is nagyon valószínű, hogy megszorították itt a pandúrok. A hiteles Rózsa Sándor képhez hozzá tartozik, a betyár csapatába beépítettek egy besúgót, és megvannak a jelentések. Nem tűrte a káromkodást, a személyi tisztaságára ügyelt, minden reggel borotválkozott, és imádkoztatta a betyárait. Tehát egy rendes betyár volt, mert végül is imádkoztak minden rendesebb gyilkosság előtt. Ne felejtsük el, hogy Rózsa Sándorról már szinte az életében jelentek meg ponyvanyomtatványok. Rózsa Sándor visel dolgairól. Az 1800-as évek végén, 900-as évek elén Zsilinszky Mihály volt az, aki a Kondoros településsel kapcsolatos anekdotákat és történeteket összegyűjtötte. Nem zárható ki, hogy a legremekebb, legrátermettebb betyárink ezekre a toposzokra tudatosan is épített. Fiam, a betyárba is van ám komi szemből. Nem tanácsolom az olyannak, hogy belém akadjon. Nem csak Rózsa Sándor, hanem az ő filmsorozat béli megformálója, a 2021-ben elhunyt Oszter Sándor is emblematikus alakja a városnak. Ugye ez a szoba neki és az ő tevékenységének is emléket állít. Valamilyen szinten igen, Oszter Sándor napi kapcsolatot ápolt a várossal, illetve állandó vendége volt a Betyárnapok a csárda mellett elnevezésű programnak, ami 2001 óta a legnagyobb rendezvénye Kondorosvárosának. Én csak egyet akarok megtanulni olvasni. Mit? Pénzt? Bosszút. Hát mit? Becsületet. A népi hitet azt évezredek csiszolták. Voltak kapcabetyárok. Azok ilyen közönséges csalók, hitványik az emberek. Kukoricabetyárok, de az igazi betyárok, azok hősök. Rózsa Sándor nem csak Kondoroson, hanem az Alföld nagyon sok csárdájában, nagyon sok településén megfordult, és valójában mindenhol szeretettel gondolnak vissza rá, mindattól függetlenül, hogy egy betyár egy valamilyen volt, mert azért olyan tettek is fűződnek a nevéhez, amelyekkel nem illik dicsekedni. Ő benne ténylegesen volt egy ilyen mitikus alakképzet. Ő magáról is gondolta ezt, erre számos bizonyíték van. De maga korában sokszor egészen brutális bűncselekmények részvevője, kitervelője, véghezvivője, de az igazság és a jog emberévé válik a mítoszokban. A nép számára az elveszett igazságot jelenti. Az, hogy ő nem lop a szegényektől, csak a gazdagoktól. A szegény is ember, tudja-e? Éppen olyan ember, mint maga. A város a betyárságot nem úgy akarja képviselni, hogy most ezt dicsőíteni akarja, hanem magának annak a kornak, amikor a csárda működött, a pusztai élet jellemzőit szeretné tiszteletbe tartani. Tehát, hogy egy ilyen életmód, egy ilyen életforma is volt itt ezen a vidéken. És Rózsa Sándor toposza,
a gazda toposza, a táltos toposza, akit ugyanúgy nem fog a golyó, vagy Szent László királyt annak idején nem fogta a kard vagy a nyíl, az itt van köztünk. No, akkor a legendáról és a valóságról beszélgetünk. Vendégem a folytatásban Szentesi Zöldi László újságíró, a Rózsa Sándor, Legenda és Valóság című könyv szerzője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Na hát azt mondja, ha mindenki úgy tösz, ahogy tönni köl, akkor minden úgy lösz, ahogy lönni köl. Ez volt ugye a magyar-szerb meccsen kint a Molinón a stadionban. Ezt tudjuk-e, ugye Rózsa Sándor arckép is volt mellette, tudjuk-e, hogy Rózsa Sándor mondta ezt, vagy nem? Csongrád megyei vagyok, tehát jól ismerem az őző nyelvjárás Szegeden, bár mi nem így beszélünk Szentesen. Az őzés pontos, de az hol biztos, hogy soha nem mondta, ez egy utólagos kitaláció. Utólagos kitaláció. Akkor ez a legendának a része már. A kiterjedt bőlegendának az egyik fejezet, igen. Az, hogy egyébként a szerbeket, részben a románokat is ez felbőszítette, ott a szurkolók mondták, hogy ez megalázás számukra, hogy Rózsa Sándor képével ezt mondták, vagy ez volt kiírva, ez miért lehetett? Hogy kapcsolódik ez Rózsa Sándorhoz? A románokhoz sehogy nem kapcsolódik, de szerintem a románokat sok minden bosszantja futballügyben, ami egy magyar stadionban történik. A szerbekhez viszont valóban kapcsolódik Rózsa Sándor, két tekintetben is, egyrészt bár írástudatlan volt, egész életében nem tanult meg írni, olvasni, meglepő módon a magyaron kívül németül és szerbül is beszélt. Ezt periratából tudjuk. A másik komolyabb kapcsolódás, hogy a szabadságharc idején a délvidéki hadjáratban néhány tucat betyártásával részt vett, és a szerbek ellen eredményesen harcolt. 1848. november 9-e a lágerdorfi ütközetben Vitézül helytálltak a betyárok. Na, ezt még megbeszéljük majd részletesebben, de egy kicsit a személyiségéről beszéljünk még most, hogy a meccs után azt írta egy cikkben, hogy hát soha ennyi butaságot még nem hordtak össze Rózsa Sándorról, mint amit most olvasott itt. Hát most már az internet bő lehetőséget nyújt erre. Mik voltak ezek a teljes valótlanságok, amik ilyenkor megjelentek Rózsa Sándorról? Ez képtelenség felsorolni. Ehhez inkább hadd mondjam azt, hogy két Rózsa Sándor van. Az egyik a népköltészet és a népemlékezet Rózsa Sándor, egy mítikus figura, akiről dalok szólnak a mai napig, bár most már ugye keveset ismerünk ezek közül. A másik pedig a néprajzkutatók és a történészek számára kutatható Rózsa Sándor, aki felderíthető és húsvér történeti személyiség, aki köszönő viszonyban sincs azzal Rózsa Sándorral, amiről emberek százezeri hiszik Magyarországon, hogy a valóságos kép. A valóságos kép az egy romantikus kép arról a betyárról, aki a gazdagokat fosztogatja, a szegényeket nem fosztogatja, bár a szegénytől nincs mit elvenni, gondolom. Ez egy alapvető. Rögtön egy közismert toposz, ami természetesen nem igaz. Nyilvánvaló, hogy a bűnözők egy része, mint hogy ma is, a koldusnak kinyújt a BMW-ből egy kis aprót. Ilyen értelemben lehet, hogy Rózsa Sándor időnként bedobott egy birkát szegény embereknek, van erről feljegyzés, néphagyományban egyébként. De valóban pusztán azért nem vett el a szegény emberektől semmit, mert nem volt mit elvenni, ellenben széles lajstroban azonnak a bűncselekményeknek, amelyekben zsidóboltostól kezdve, katolikus papig, a földeáki návai családon keresztül egyszerű paraszt emberekig módszeresen és sorra fosztogatják hosszú éveken át, különböző betyártásaival a délalföldet. Tehát Rózsa Sándornak nem voltak felekezeti vagy osztálybeli agályai, akinek volt valami, azt odament és elvette a betyártásaival. Ez a fosztogatás, ez az élet elvételével is járt Rózsa Sándor és a bandája esetében? Igen, aki a romantikában túlzottan elmerül, azt szeretném figyelmeztetni arra, hogy Rózsa Sándor nyilvánvalóan több tucat embert ölt meg. Saját maga? Igen. Természetesen a betyárok nagy része gyilkos volt, de Rózsa Sándor pont az emberölésekkel kapcsolatban meglepően szemérmes volt, tehát például az 59-es perében lényegében nem ismerte le egy gyilkosságot, és ezeket nagyon nehéz volt bebizonyítani. Az egyetlen olyan gyilkosság, amit egyébként a perében elismerte, egy Pesszer András nevű kapcabetyának az agyonverése, akinek az volt a bűn, hogy Rózsa Sándornak adta ki magát rablás közben. Ezt egy Szabó Palkó nevű betyártásával ezt a kapcabetyát megkeresték, és egy nádosban egy sonfabottal agyonverték. Ezt elismerte Rózsa Sándor, de tudjuk azt, hogy több tucat ember gyilkolt meg. Csak 48-ban, háborús körülmények között, például a lágerdorfi csatában, bár ez nem orgyilkosság, ő a hadijelentés szerint 12 szerbet ölt meg a csatában, azt is tudjuk, hogy 7-et karddal, 5-öt pisztolyjal. Tehát Rózsa Sándor gyakran elmondta, hogy nem tapad vér a kezéhez, többször is felbukkan periratokban is, de ez nem volt igaz. Tényszerűen többszörös gyilkos volt, és természetesen mindenfajta más bűncselekmény is kötődik hozzá. Mi a különbség a kapcabetyár
és a betyár között? A kapcabetyár mellett is sokfajta más betyár volt. A kapcabetyár a betyár társadalom alja. Tehát az a betyár, aki fosztogat, jön, megy, nincs lakhelye, nincsenek kötődései, és kiadja magát más ismertebb betyárnak, hogy ezzel nagyobb tekintélyt okozzon, de volt házású betyár, aki a tanyák oldalát megásta hajnalban, miután elaltatták a kuvaszokat, és akkor kihordta a kis alagúton keresztül a tiszta szobából a javakat. Volt úri betyár, vagy lovas betyár, Rózsa Sándor, és még sokan mások, a Bogár család például, vagy Angyal Bandi, aki Ónodi András néven született, például a lovas betyár volt, ez a képzeletbeli hierarchia teteje, tehát az úri betyár, vagy lovas betyár, a betyárok eleje. Olyan különbség volt Rózsa Sándor, meg egy kapca betyár között, mint most egy nagy vállalkozó és egy utcaseprő között. Tehát ez nem ugyanaz a kaszt volt, finoman szóval sem. Jól dokumentált az ő élete? Gondolom, hogy általában a betyárok élete viszonylag jól dokumentált, mert periratok vannak. Rengeteg mindent tudunk róla, és a legizgalmasabb adatok azok a különböző rendőri és politikai jelentésekből jönnek elénk. Rendőri és politikai? Igen, rendőri jelentés, például 1853-ban egy Bobalics Péter nevű rendőr több ízben találkozott Rózsa Sándor, és sokoldalas feljegyzéseket hagyott ránk arról, hogy kikkel tárgyalt, milyen vérmérsékletű Rózsa Sándor, hogyan beszél, milyen témái vannak. A végi javaslatot is tesz a főhatóságoknak politikai értelemben. És természetesen a szabadságharc alatt is számtalan leírás keletkezett róla, Fetter Antaltól kezdve Vukovics Sebőn keresztül Damjanics Jánosig nagyon sokan látták, és sokan írtak is róla. Mit gondol, hogy miért nehéz eloszlatni ezt a romantikus népi képzetet, amit most is próbálunk eloszlatni valamennyire, de mégiscsak marad mögötte valami, amitől Rózsa Sándor, hát valamiképp mégis legendás figura marad. Hát azért, mert az álmainkat keressük, és amikor ezt szóvá szoktam tenni néha finoman, mert nagyon nem izgat a dolog, megszoktam 30 év alatt, hogy én ebben nem győzhetek kutatóként ebben a vitában, és nem is ez a lényeg, akkor mindig azt a választ kapom, hogy azt is el akarom venni az emberektől, ami az álmok birodalmába tartozik. De én szentül hiszem, hogy az igazságnál nincs izgalmasabb, és ezzel együtt Rózsa Sándorról azért én sem azt gondolom, hogy egy közönséges bűnöző volt. Rózsa Sándor egy nagy formátumú személyiség volt, egy nagyon-nagyon jó emberi személyes tulajdonságokkal. Az ő nyomorúsága az, hogy olyan környezetben született és olyan helyen nőtt fel, ahonnan nem lehet kitörni. Tehát röszke, ásott halom, amit akkor nem véletlenül átokházának neveznek. A mai Mórahalom, a mai Ruzsa környéke a 19. század elején az Isten háta mögött van Magyarország legfejletlenebb vidéke. Tehát aki oda Kültelki Csikós családba születik, és a család minden ágában bűnözők vannak, annak nem lehet más útja, mint amit Rózsa Sándor befutott, de ezen belül Rózsa Sándor az ízbeli képessége, a tapasztalatai miatt nagyon sokra vitte ebben a társadalomban. Na hát innen folytatjuk mindjárt. Bőgatyában Lóháton karikásostorral harcolt 150 betyár 1848-ban Délvidéken a szerbek ellen. Rózsa Sándor vezette őket, akiről még a tapasztalt katonák is elismerően nyilatkoztak. Azonban egy idő után a honvédség nem tűrte kegyetlen módszereiket. Hamar Donát riportjával folytatjuk. Nagy felháborodás keltett a magyar-szerb futballmérkőzésen feltűnt Rózsa Sándor transzparens. A román és szerb lapok útonállóként és lótolvajként említve a betyárt provokációról cikkeztek. De vajon ki volt Rózsa Sándor, és milyen szerepe volt a betyároknak az 1848-49-es szabadságharcban? Ennek járok ma utána. Most egy klasszikus betyárruhát látunk Önön. Ez eredeti, vagy ez egy utánzat? Nem utánzat, valószínűleg nem 1848-as, de 1860-as, 70-es évekből való. Kezemben egy fokos balta van, fejemen egy jellegzetes csikós kalap, guba, lobogós szájú ing, kendervászon ing, bőgatya. Van egy pisztoly, méghozzá francia kovás pisztoly, ütőkakasos. A betyárok inkább a pisztolyokat kedvelték, és a lefűrészelt csövű puskákat nem véletlenül. El lehetett rejteni a guba vagy a szűr alá. A hosszú csövű gyalogsági puskát nem. Mesterien kezelték a botot, ez egy pásztorbot. De mivel nagyon kicsi volt a határvonal a pásztor és a betyár között, félelmetes eszköz értőkézben a juhászkampó. És nyilván rettegett fegyverük volt a karikásostor,
De ennek a vége, mint hogyha más lenne. Igen, evel nem lehet rittyenteni, hiszen drótot csavartam rá, hiszen ők is acéldrótot csavartak rá, mert ha pontosan ütöttek, ki tudték ütni a szemét az ellenséges harcosnak. Hát nem lehetett kellemes ezzel találkozni, és akkor ott van egy klasszikus szabja? Igen, ez egy 18. század végi szabja. Na most ilyet a betyárok nem hordtak. Tudnék, a szabja kimondottan katonai fegyver volt, illetve a magyar nemesség jelképe. És akkor ezt nem használták? Nem, viszont azért hoztam, hogy megmutatom, hogy a fokossa nem csak ütni, nem csak vágni lehet, hanem kiválóan alkalmas az ellenfél fegyverének elvételére jó kézben. Remélem, hogy elsütjük azt a pisztolyt. Ó, természetesen. Mondja meg a társainak is odabenn Szeged városába, hogy ennek utána nem ajánlom, hogy nyakló nélkül bánjanak a szegénnyel. Rózsa Sándor a délalföldi betyárvilágnak talán a leghíresebb alakja. Azt tudjuk róla, hogy nagyjából ugye az 1810-es években valamikor született, és a 1830-as években már betyárnak állt. Állítólag az apját is lótolvállásért akasztották fel, tehát volt egyfajta családi hagyománya ennek a dolognak. Viszonylag fiatalon elfogták, börtönbüntetésre ítélték, de a fogságból megszökött, és hát ezt követően futó betyárként, tehát hontalanként élte az életét Csongrád megye, illetve a szomszédos vármegyék területén. Valóban ő egy délalföldi gazdaember volt, viszont joggal tartja a hagyományot betyár királynak, hiszen ha megnézzük az életét, akkor kora ifjúságától fogva egészen idős koráig legtöbbször törvényen kívüliként betyárként élt. Szokásos foglalkozást űzte, tehát lovat lopott, marhát lopott, birkát lopott, mindent, amit lehetséges. Időnként a társaival rajta ütöttek ilyen módosabb gazdáknak a házain, lehetőleg az esti órákban, és hát hogy ami mozdítható értéket találtak, azt is elvitték magukkal. 1848. szeptemberében a Hunyadi szabadcsapatnak, a Hunyadi huszároknak az egyik parancsnoka, aki tóborzó úton volt az Alföldön, javasolta Kossuth Lajosnak, hogy forduljanak Rózsa Sándorhoz és a betyárokhoz, hiszen ő ismerte a katonai értéküket. Ismerte, hogy ügyesek, elszántak, gyorsak, helyismeretük van, ismerik a titkos ösvényeket, titkos csapásokat, gázlókat. Kossuth október 3-án ki is állította az erről szóló amnesztia levelet, amelynek a kézbesítésével Jókai Molt, a akkor még kezdő hírlap és regényírót bízta meg. Ugye Jókai nem személyesen vitte magát az okmányt Rózsának, hanem megbízott vele egy harmadik személyt. Az más kérdés, hogy később többször leírta, hogy hogyan adta át Rózsának, de ezt tudjuk, hogy nem egészen így volt. És október 19-én 150 fős csapatával bevonultak Szegedre. Összegyűlt a nép és bámulta a betyárokat, amikor azok lóháton, fokososan, pisztolyosan, karikásostorosan, szépen nyalkán öltözködve belovagoltak, és a páva vendéglőbe vacsoráztak. Na most, hogyha belegondolunk, hogy 48 végén már 100 000 főnyi volt a honvédsereg, hát 130 emberrel olyan sok mindent nem lehetett csinálni. Inkább propagandisztikus jelentősége volt. Tehát nyilván a délvidéki hadműveletekben ellettek volna nélkülük is, de hát ebben az időszakban minden kard, minden fokos és minden karikás ostor számított. A hónap végén a bánsági hadtestnek a táborába indították, először Nagybecskerekre, aztán Versecre került, és gyakorlatilag október végétől november végéig aktívan részt vett az ottani hadműveletekben. Ez egy nemzetiségi terület volt, hogy itt június óta folyt a szerb lázadás, októberben ez kombinálódott a katonai ellenforradalommal, de a bánság egy vegyes lakosságú vidék, tehát itt nem csak szerbek, meg magyarok, meg németek voltak, hanem például románok is, és a románok egy része is a szerb felkelőket, illetve a császári királyi csapatokat támogatta. A betyárok kezdik a támadást hajnalban, a szerbek ágyúszójára, megkerülik a szerbeket, és igazi nomád, sztyeppei harcmodort alkalmazván bekerítik őket, hátulról támadják őket, állítólag Rózsa Sándor 12 szerb gyalancsák martalócot is megölt. Tudjuk, hogy a délvidéki háborúban a szerbek milyen mészárlást visznek végbe, nem csak magyarok ellen, hanem svábok és román lakosság ellen is. A szerb martalócok kegyetlensége hírhet volt, tudott volt. Nyilván ellenük harcolni csak egy ugyanolyan kegyetlen, irreguláris módon lehet.
Utána átvezényelték őket a bánsági bányavidékre, Boksán bányának a környékére, ahol hát ilyen rendfenntartó szerepet kellett volna játszaniuk, azokat a falvakat időnként meglátogatni, ahol a magyarokkal szemben ellenségesen viselkedik a lakosság, és volt egy ezeres nevű község, amelyet november közepén ezzel a célzattal meglátogattak, és miután nem volt mellettük igazából reguláris katonaság és kíséret, kitört belülük a betyárvér, tehát nem csak az volt, hogy elfogták azokat, akik úgy gondolták, hogy gyanúsak, hanem kirabolták az egész falut. A templomot is a pópának a klepetusát magukra vették, és abban lovagoltak fel alá, és hát egy csomó lakost meg is öltek. Nyilván nehéz volt őket fegyelmezni is, de az is igaz, hogy a 48-as hadseregekbe a formalitás túl nagy volt. Nem csak a magyaroknál, a 19. században nagyon sokat adnak a formaságokra. A puszta, zabolázatlan fiait nem lehetett betörni. Kár, mert ha hagyták volna őket megfelelően harcolni, megfelelő parancsnokság alatt, jóval nagyobb hatékonyságot értek volna el. Hogyan és miért változott meg a betyároknak a megítélése? A negatív irányból egészen a nép hőseivé hogyan váltak? Ennek azt hiszem, hogy két oka lehetett, az egyikben kétségkívül Rózsa Sándornak komoly szerepe van, ez ugye a 48-as szerepvállalása. Tudnélik, a sajtóban rengeteg tudósítás jelent meg az ő hőstetteiről, ugye voltak ezek a bizonyos ponyvat kiadványok, illetve 1848 után, ahogy említettem, Jókai is sok mindent tett ennek érdekében. A másik oka szerintem az lehetett, hogy ugye 1849 után az ország katonai megszállás alá került, és mindenfajta erőszakos cselekedet, ami a fennálló hatalommal szemben elkövetődött, az egyben a nemzeti ellenállás egyik megjelenési formájának is minősült. Tehát még korábban a közvélemény ezekben semmi más nem látott, mint köztörvényes bűnözőket, most ugye azt látták bennük, hogy hogy megszivatták mondjuk az ellenséges zsandárokat, vagy a bakhúszárokat, vagy ezeket. A gerilla harcmodornak egyik jellemzője, hogy kevesek harca, de sokak támogatásával. Ha nem támogatták volna a betyárokat évtizedeken keresztül, akkor jóval hamarabb elkapták volna őket. Így keletkezik róluk ballada, népdal, de egy közönséges bűnözőről, egy tolvajról, egy gyilkosról, egy haramiáról, aki csak köztörvényes bűnöző, nem lesz népdal és nem lesz ballada. Folytatjuk Szentesi Zöldi Lászlóval. Az imént beszéltünk arról, hogy jól dokumentumok fennmaradtak. Például a szabadságharc főtisztjeinek is vannak esetleg feljegyzései Rózsa Sándorral kapcsolatban? Akik találkoztak vele a bánátban, illetve a délvidéki hadszintére, szinte valamennyien írtak néhány mondatot. Egyébként például az egyik aradi vértanú Leininge Westerburkáról is, amikor a betyársere már felosztott és Rózsa Sándort látta röviden a hazavezető úton, még ő is írt két mondatot, de komolyabb összetűzéshez is vezetett ennek a 130 embernek, aki igazából valószínűleg 40-50 volt a betyár, a többiek Szegeden kényszer sorozottak voltak, ezt kevesen tudják, de Seres István tisztázta egy könyvében. Tehát ennek a nagyjából 40-50 pusztai embernek a sorsa például Fetter és Damjan is között vita tárgya volt. Ez biztosan Fetter Antal ugye szintén tábornok. Hogyne, Fetter Antal, ő egyébként úgy találkozott Rózsa Sándorral, hogy behívatta magához, amikor nagy becskereken tábort ütöttek a betyárok, mert arra lett figyelmes, hogy a polgári lakosság távol tartja magát a betyároktól, és nézegetik őket a város szélén, biztos távolságban féltek tőlük. És aztán megjelent Rózsa Sándor, és egy tulajdonképpen kellemes leírás keletkezett Rózsa Sándorról. Általában a róla szóló leírások zöme azt hangsúlyozza, hogy átlagos külsejű, szegedvidéki parasztember, aki igényes, tiszta megjelenésű, intelligens, kevés szavú, mások egyébként azt írják, hogy beszédes, tehát ez rögtön ellentmondás, de itt a probléma az volt, hogy Damjanics támogatta ezeket a lovasokat, valószínűleg tetszett ez a harcmodor, amit egyébként elismeréssel említ a Lagerdorfi ütközet után, Fetter viszont nem kedvelte őket. És utána a Fetterféle vonal győzött hivatalosan, minél több kihágást követtek el a betyárok a bánáti falvak magyar, szerb és román lakosai ellen, annál inkább indokoltnak látszott az a helyzet, hogy ilyen áron ezekre az emberekre nincs szükség a szabadságharcban. Mit mondhatunk erről az 1848-49 utáni időről, amikor Rózsa Sándor újra betyár lesz, ugye a betyáraival együtt, de hogy ebben az időben milyen volt az Alföldön a közbiztonság ezektől a betyároktól például?
Az Alföldön nagyon rossz volt a közbiztonság. Két csúcspont van, Szabó Ferenc néprajzkutató emlékeztet arra, hogy rögtön a szabadságharc leverése után, főleg a szökött katonák miatt felduzzad a betyárok szám az 1850-es évek elején. Rózsa Sándor ekkoriban rengeteg bűncselekményt követel, ezt a 59-es és 72-es peréből tudjuk, tehát 50, 51, 52, 53. A másik csúcspont pedig furcsa módon a kiegyezés környék 1867, ahol már egy jóval keményebb ellenfele lesz Rózsa Sándornak. 10 éves börtönbüntetés után ugye kiengedik őt 69-ben, egy bizonyos Rádai Gedeon kormánybiztos, akinek az a feladata, hogy minden eszközet törje meg a betyárvilágot. De ez a két csúcspont, az 50-es évek eleje és a kiegyezés környéke, annyira rossz a Dél-Alföldön a közbiztonság, hogy aki Pestről le akar utazni nem Eszékre, hanem mondjuk Szabadkára, szinte biztos, hogy kirabolják. És ez nem csak Rózsa Sándorról szól, hanem kortársak, Babágy Gyurka, a Bogárbanda, nagyon sok olyan dél-alföldi csirkefogó bűnöző, akik megkeserítik a tisztességes emberek életét. Most mit mondhatunk az ő haláláról? Mert 1878-ban hal meg, november 22-én Szamosújvárott a börtönben hal meg. És ott temetik el. Ugye hát nyilván ön is volt a sírjánál, én is meglátogattam a sírt, mert talán kétszer is voltunk ott. Ez a temetőben, a börtön melletti temetőben egy szépen rendbetett sír egyébként, az egyik legszebben rendbetett sír, mindig friss csokorvirágokkal egyébként. De ott van-e például a teljes teste? Vannak legendák, hogy nem. Nincs ott a teljes teste. Ha exhumálnák Rózsa Sándor tetemét valamikor, akkor egy fej nélküli törzset találnának, ugyanis egy Zakariás József nevű orvos levágta a fejét, és ezt az Országos Kormóctani Intézetbe szállították. Ekkoriban, ugyanis az 1870-es években a lombrózó elvek alapján meg akarták vizsgálni, hogy van-e genetikai hajlama Rózsa Sándornak a bűnözésre, vagy nem. Egyébként a mai szemmel nézve kicsit féltudományos vizsgálat negatív eredménnyel zárult, tehát semmi különöset nem találtak rajta. Ugyanúgy, mint egy korabeli szemtanúk sem. Az agyát vizsgálták meg, ugye? Igen, vélhetően azt is, de az arc és a pofa csont méretét, nagyságát, viszonyulását is vizsgálták, amennyire tudom. És nagyon sokáig megvolt Rózsa Sándor koponyája, legalábbis koponyájának nagy része, és a II. Világháború forgatagában eltűnt. Ha jól tudom, a rendőrségi múzeumban egy kis darab csontot még őriznek belőle, de Rózsa Sándor koponyája eltűnt már. Mindenesetre egyfajta zarándokhely lett ez azért a Szamosújváron, tehát aki megy Magyarországról Erdélybe, és arra felé megy, valószínűleg útba ejti. Rózsa Sándor nem csak túlélte a saját mítoszát, de a 21. században is eleve mítosz. Sokat gondolkodtam azon, hogy Szegeden, Vásárhelyen, Szentesen írók, költők, tudósok sokasága született, és ha egy embert meg kellene neveznem, akit a Kárpát-medencében ismernek, az mégis Rózsa Sándor. Tehát függetlenül attól, hogy az ember mit tett és mit érdemelt, nem kétséges, hogy Csongrád megye és Szeged környékének ő a leghíresebb szülötte. Büszkének talán nem kell lennünk rá, ezt nagyon sokszor túlzásnak érzem, amikor romantikus hevületű vagy politikai indítatástól valakik felmagasztalják az emlékét, de az is biztos, hogy Rózsa Sándor nem volt akárki. És ez alatt mindenki értse azt, amit gondol. Rózsa Sándor egy nagy formátumú ember volt, a szervezett bűnözés vezetője a Dél-Alföldön. Élete egy szerencsés korszakában az osztrák abszolutizmus ellen is fel tudott lépni, és nem rajta múlott, hanem a körülményein, hogy nem a tisztesség ösvényei haladt élete végéig. Na most azért vannak a legendában olyanok, hogy például soha nem hazudott, hogy böjtölt, hogy imádkozott. Ezek egyébként igazak lehetnek? Van erről valami dokumentumunk? Azt tudjuk, hogy Rózsa Sándor a személyes találkozók alkalmában nagyon sokat beszélt a személyét érintő igazságtalanságokról. Sokat emlegette Istent. Bobalis Péter, a már általam említett rendőr, tiszt, azt mondja, azt írja, és ez vagy igaz, vagy nem tudjuk ellenőrizni, de miért hazudna egyébként, hogy Rózsa Sándor a környezetétől megkövetelő, hogy pénteken böjtöljenek, nem lehet káromkodni a jelenlétében, pénteken böjtidőben dohányozni sem szabad, és előfordul, hogy a betyárok együtt imádkoznak. Rózsa Sándor a vallással egészen bizonyos közeli kapcsolatban lehetett, ezt onnan is tudjuk, hogy élete végén a szamosújvári utolsó éveiben a korabeli börtönőri visszaemlékezések szerint gyakran egyedül vett részt a szentmisén, de ő soha nem hagyta ki a szentmisét. Tehát ő egy nyilván ugyanaz az erkölcsi kettőség jellemezte, ami egyébként mondjuk a Keresztapa című filmben Al Pacino figuráját jellemzi, hogy miközben a világ összes gazemberét és tisztességes emberét felkoncolná az érdekeiért, a saját családjával, az amerikai olaszokkal, a közösségével kapcsolatban hűséget mutat. Tehát ha így veszük, akkor Rózsa Sándor öntörvényű ember volt, saját törvényei szerint halad, de nem lehet azt állítani, hogy erkölcsi kapaszkodók nélkül élt. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen.
Rózsa Sándor élete egy részében Szabadkán és Újvidéken élt. A folytatásban nézzük meg, hogy miként őrzik a betyárvilág emlékét a Délvidéken. A magyar történelem méltán híres és korszakalkotó egyénei mellett a köztudatba bevonult egy olyan csoport is, akiknek a megítélése a 19. században főként negatív volt, majd változott, megdicsőültek. Ki ne ismerné a betyárokat és Rózsa Sándort, aki itt az Alföldön bujkált. Az elkövetkező percekben megnézzük, hogy a betyár romantika hogyan alakította át a köztörvényes haramiát népi hőssé. Azt tudni kell, hogy abban az időben volt, hogy a betyárság ki tudjon alakulni, volt egy hatalmas társadalmi szakadéka azok az emberek között, akik szegények voltak, illetve akik gazdagok. Tehát a szegény az hiába ment el dolgozni, tehát ő nem tudott megélni abból, tehát elment lopni. Ellopta nagyúrtól a bivajt, ellopta a tehenet, a birkát vagy a tyúkat, hogy megélhessen. Voltak olyan betyárok, ugye, akik csak egy-két hónapos karriert értek meg, voltak, akik sokkal hosszabban élték ezt meg, mint például Rózsa Sándor, aki nagyon jó stratéga is volt. Tudni kell, hogyha valaki a gazdagtól elvett abban az időben, akkor hősé vált. A börtönben is nagyon sok ember elment hozzá, meglátogatta, úgymond egy valamiféle látványosságként élték meg az emberek. Mindenki meg akarta látni, meg akarta érinteni a nagy Rózsa Sándort, akin a golyó nem fog, aki föltámasztja a halottakat, aki olyan dolgokra képes, ami természetfeletti dolgok, ugye ezt abban az időben már, még amikor élt, már akkor ráaggatták ezeket a dolgokat, és hát ez is azt mutatja, hogy milyen nagy vonzerővel bírt ő. Bejött a képbe, illetve a színkbe, hogy a képbe ez a paraszti romantika, aki fölemelte, és most úgy, hogy mondanánk, egy Marvel-i hős csinált belőle, akkor mindenki a betyárok nevét emlegette, illetve mindenki betyár akart lenni, mert ők voltak azok, akik úgy gondolták, és igazából ők csak csinálták a dolgokat, hanem a nép, a szegény nép úgy gondolta, hogy ő kiáll értük, pedig nem biztos, hogy ez pontosan úgy volt, ugye? És ez volt az, amint Rózsa Sándort például soha nem mindig halálítélték, de nem akasztották fel, mert nem akartak bele mártírt csinálni, vagy hogy még nagyobb hős legyen, mint ahogy életébe vált belőle. Nagyon sok helyhez kötődik Rózsa Sándor, ugye a Ludasi tavon van egy Rózsa Sándor sziget, mind a mai napig vannak különböző mondák erről, hajdújárási idősebb emberek mesélnek erről. Nagyon sok olyan monda volt, hogy a gyűjtéseim során találkoztam, hogy Rózsa Sándort elbújtatták. Minden egyes csárdában volt egy fölnyergelt ló, hogy ki tudja, mikor jön be Rózsa Sándor és viszi a lovat. Hogy ebből mi az igaz, azt nem tudjuk, de a paraszti romantika így maradtatta fent ezeket a mondákat. Viszont egyet nem szabad elfelejteni, tehát Rózsa Sándor és a társa és az összes betyár abban az időben bűnözőnek számított, és többé-kevésbé mind ugyanúgy is végezte. Felakasztották őket, vagy pedig a Rózsa Sándor életfogytiglan börtönbüntetést kapott. Meg is szerveztük a Rózsa Sándor Fesztivált, valamint ugye nem olyan régóta most már gyerektábort is szervezünk ilyen név alatt. Fontosnak érezzük ezt, hogy átadjuk a gyerekeknek, és nem csak a gyerekeinknek, hanem azt gondolom, hogy a minden egyes embernek, aki nyitott erre, hogy próbálja meg egy kicsit más szemszögből is nézni a dolgokat, mert aki meg jobban, közelebbről megszemléli az ő életét, akkor az azt vélheti felfedezni, hogy ő próbált nem egyszer jó útra térni, egyszerűen a sors nem adta neki meg. Ha egy mondatban kellene válaszolnom, akkor azt mondanám, hogy a gyerekeink ne Robin Hoodot, hanem Rózsa Sándort ismerjék meg. Nagyon fontos számunkra, hogy a mai gyerekekkel is kicsit megismertessük az itt élő emberek múltját. Szeretnénk kicsit közelebb hozni hozzájuk az itteni emberek múltját, hogy hogyan éltek itt, hogyan dolgoztak, mivel foglalkoztak, és ha már a múlt, akkor persze Rózsa Sándort is szerettük volna kicsit közelebb hozni őket egymáshoz. Nem szépítjük a dolgokat, elmondjuk úgy, ahogy volt, és igazából rájuk bízzuk, a gyerekekre bízzuk ennek megítélését. Pozitívan állnak ehhez a dologhoz hozzá, neki nagyon tetszik
ugye már maga a viselet is, ahogy abban az időben öltöztek a betyárok, ahogy viselkedtek. Tetszik azt, hogy ott állatközeli volt akkor az élet, úgyhogy ők mindenképpen pozitívan ítélik meg Rózsa Sándort és az akkori betyárvilágot is. Önök az M5 históriát látták, műsorunkat újra nézhetik a mediaclick.hu oldalon és a YouTube-on is. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!